A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság ritkán tart kihelyezett ülést. Ma azonban mégis Sátoraljaújhelyben tanácskoztak a bizottság tagjai a város önkormányzatának meghívására. A bizottság ünnepi kihelyezett ülésének egyetlen előterjesztése a Sátoraljaújhelyi neves személyek sírjának védetté nyilvánítása volt. A legfontosabb munkánknak a jogi védettséget értjük, a nemzeti sírkertény nyilvánítást. Nemzeti sírkertény nyilvánítás az azt jelenti, hogy az a sír, amit mi nemzeti sírkertény nyilvánítunk, az nem megszüntethető. Tehát ez egy jogi védelmet nyújt, és természetesen adott volt, hogy akkor a mai bizottsági ülésen ez lesz a napirendi pont, és az önkormányzatnak az előterjesztés az egy nagyon komplett anyag volt, és abból könnyen tudott a titkárságunk dolgozni. A bizottsági tagok nem itt és most ismerték meg ezt az előterjesztést, hanem természetesen megkapták a háttéranyagot is, és mindenki, aki ebbe az előterjesztésbe szerepelt, megérdemelte a védettséget, az országos védettséget. Köszöntőjében a bizottság elnök helyettese kiemelte, Kazinczy születésének 250. évfordulója miatt is fontosnak tartották a látogatást. A bizottság az foglalkozik az évfordulók megünneplésével is, és Kazinczy Ferenc az egy olyan évforduló, amely nem csak közhelyként mondom, hogy nagyon fontos számunkra és időszerű, de bizonyára mindenki érzi azt, hogy a magyar nyelvnek a védelme az mennyire fontos. Ma ugyancsak egy olyan korban élünk, amikor az idegen szavaknak a beáramlása feltétlenül indokolna egy olyan nyelvújító szemét, vagy egy nyelvújító tevékenységet, amely emlékezve Kazinczyra bennünket is napjainkban is érint. A bizottsági ülést előkészítő anyagot Sátoraljaújhely önkormányzata állította össze. A város polgármestere elmondta, sok ember kitartó munkáját dicséri a pozitív eredmény. Azt hiszem, hogy egyszerre többen több időben gondolták ugyanazt a lehetőséget. Például a Büntetésvégrehajtási Intézet a pályázatban gondolkozott, a múzeum Fehér József igazgató úr az emlékhely kapcsán, a művelődési osztály hasonlóképpen. De például ugyanúgy a Városvédő Egyesület is a maga részéről partnerként ott volt és részt vett benne, és még Gyarmati László, aki a hivatalnak a dolgozójaként szintén ennek az egésznek a motorja volt. Megkeresés történt egy levél által a Kegyeleti Bizottság felé, hogy szeretnénk történelmi emlékhelyé minősíteni ezt a elkészült, felújított, rehabilitált részt, kegyeleti részt is, és pozitív lett a válasz, itt vagyunk most. Az ünnepi ülés szép halomban Kazinczy Ferenc sírjánál ünnepi műsorral és emlékbeszédekkel folytatódott, majd koszorúzással zárult.